egy fotó, amely 1918-ban vagy 1919-ben készült, a Szolnok megyei létán, kint a Holti szánál, a cukorgyári magottának közelében, ahol lánykoromban laktunk. Mi vagyunk rajta, Szolnok megye szépei az hallalának, amint az első tőruhánkban szaladunk a víz felé. A képet már eredetileg túl exponálták, a két homályos lány alak azóta megsárgult, kifakult, arcunk is alig kivehető. Rémes napom volt, egy csomó bosszúságért, és mindegyiken fölizgattam magam. Ismert, drágám. Ha sok bajomban fölgyűlik bennem a méreg, és mintha égő panocot húznék magam után, minden átmenet nélkül felroppanok. Mellesleg listoltni a tegcsarnokosnél már régen az idegeimre megy. De hogy pont Paula szem előtt, a Csatárka utcai tegcsarnokban, képzelj el, drágám! Balkaromon a társbérlő macskája, a jobb kezemben egy jogkultos üveg, benne fél deci tej. Az egyik lábamon papucs, a másikon fűzős cipő, és a fejemen egy vadidegennő kalapja, ami véletlenül rajtam maradt. Én kiabálok, és nem nagyon válogatom meg a szavaimat, listoltni szintén. A mögöttem álló négy öregasszony is kiabál, mert az egész környéken tejcsarnok ellenes a hangulat. És most képzeld el, hogy ennek a zűrzavarnak a tetőfokán egyszer csak nyílik az ajtó, és ott áll egy nő. Kérlek, kiszámol, szőke haja volt. De olyan természetesen szőke, hogy egy pohár tiszta vizet se lehet festeni. Magyarországi Jersey kosztüm volt rajta, amire rá volt írva, hogy nem Budapest. De minden nem érdekes, drága Gizám, hanem az, hogy még meg sem szólalt, csak állt és nézett. És abban a szempillantásban csöndben. Mindenki őt bámulta, és mindenki szégyelte magát. Nem ismertem meg. Ő kezdett engem nézni, aztán megkérdezte, ha megtévedek, úgy Orbán Béláné. Nekem meg nem jött ki hang a torkamon, csak a tejcsarnokosnő kezdett magához térni. Folytatni próbálta a pofázást, de akkor Paula ránézett, és azt mondta. Mit óhaj? Azt mondja. Mistótné abban a pillanatban erkölcsi halott volt, és egy szó sem jött ki belőle, amikor fizetés nélkül távoztam Paulával. Nagy felfordulásban ugyanis otthon hagytam a pénzet. Haza kísért, aztán belőle kérdezett. Mondtam, hogy az állapotod sajnos változatlan, pedig Garmisch-Partenkirchenben ember a legjobb orvosok felügyelnek rád, azt üzente csókoltam. Aztán megjegyeztem, milyen helyes kis kalapomban is, milyen fiatal vagyok benne, és képzeled. Ahelyett, hogy megmondtam volna, hogy a kalap egy vadidegen nője, és csak véletlenül maradt a fejemen, azt meséltem, hogy a belvárosban vettem 250 forint helyet. Aztán megbeszéltük, hogy kedden találkozunk a Narcisban. És kedd óta minden nap ott találkozunk. Gizá. Drága Gizám, az a legfurcsább az egészben, hogy tulajdonképpen sose van semmi különösebb. És én mégis mindig a hatással alá kerülök. Azt hiszem, hogy olyan hatással van rám, mint te. Gizám. Drága Gizám, végre találtam valakit, aki törődik velem, érdeklődik, kérdez. Ennyit kérdez. Mindent tudni akar, és akármit mondok, érdekes. Én tőle már senki sem kérdezett sem. Mióta téged elvesztettelek, most érzem először, hogy fontos vagyok valakinek. Azóta vagyok fontos magamnak is. Most befejezem, már sietek a Narcisszal. Holnap megint írok, addig is csókolj szerető húgod, Erzsi! És volt egy lova? Ha, erre rosszul emlékszem. Pedig nem tévedek. Szegény uram, hallottam végig. Épp ő emlegett. Ő mit volt? A házmesterét az óvóhely legmelegebb zugával tanyáztak, és karácsony este föltettek néhány lemezt. Rémlik valami. Mind odahozottunk, és a férje azt mondta, hallod a lovagot? Szegénykém, pedig azt sem tudta, mi a féltékenység. Ó, nevetve mondta. Akkor lehet. De te nem nevettél. De milyen jó fejed van. És a lovagot él? Él. Szoktad még látni? Szoktam, de nem gyakran. Miért gyakran? Nálam vacsora előtt minden csütörtök. De hiszen ez szép. Na hiszen, csak látom. Miért? Milyen? Csupa has. Mint ha csak beszívne a levegőt, de nem lélegezné. És a mozdulat,
Hát erre én igazán nem vagyok képes, de rosszul érülnék ez, amikor udvarnak. Hogy is hívják? Kizárólag teleszájjal beszél. Jobban, hogyha nem is tud másképp beszélni, mert ügyszolván állandóan eszik. Úgy csütörtök, hogy megevett egy levesbefőt kaptam, utána másfél kiló rántottal, hogy befejezésre egy tepsi étes. Nekem ez imponál. Ja, hát az egyiket ette, már be kellett hoznom a másikat, hogy lássa, mi vár rá. Jókofa lehet. És nem akarod megmondani a nevét? Még nem mondtam. Még nem. Csernényi Viktornak hívjam. Csernényi Viktornak? És őt ne ismerném? Úgy tudtam, te nem vagy jó karabarát. Na de hát őt mindenki ismeri, világhírű. Volt. Most a pamutiparban akkor repetál szegény. Kevés a nyugdíj. Ha nem a pénz miatt csinálja. Ez is szép. Ez is tetszik nekem. Fölépni nem szokott már? Csak esztrád műsorokban. Már csak egy-két rövid darra futja a lélegzetet. Miért? Tüdőtágulásra. Ez is szép. Mi ezzel a szépen? Hát, hogy még mindig énekelni akar. És... tetszik nekem, ha valaki dalolni akar, és a tüdőtágulásával együtt akar dalolni. Hát nem tudom. Szeretném egy is. Nagy csalódás lenne. De miért? Mert amit te Viktorba belemagyarázol, az csak benned van. Meg ő pontosan olyan, amilyennek én látom. Egy lármás, rendetlen, mocskos, kibírhatatlan. Furcsa, hogy szegény férjemről csupa jót mondasz, hogy viszont folyton mocskondiázod. Ilyen a furcsa? Hát mintha őt szerette volna jobban. Hát ezt a Csernényit. Én? Viktor? Ne nevettes. Nézd le, én egyszer az én Viktoromat teljes életnagyságban megmutatnám neked. Többé nem mondanál ilyen örültséget. Hát mutasd be. Ha, még csak az én. Te már az első készcsóknál rosszul lenne. De miért? Mert mint egy vizsla összenyalná a kezedet. És ez még nincs kiírva meg a mellonyom. Ehhez sem kell kiírni, mert ez is természetes. Ehhez mondtál? Ha ki van írva, hogy a sütemények fogdosása tilos, ezt is ki lehetett volna írni. Ehhez mondod? Hogy nem lehet mindent kiírni. Ehhez mondtál? Ehhez mondod? Hogy nem lehet. Ehhez mondtál? Hogy lehet. Kiabáltál vele? Még lehet. Ő kezdett kiabálni? Én kezdtem kiabálni, mert akkor felkértem a helységet. Kérdeztem, milyen jogszíven? Azt mondta, azon a jogcímen, hogy a tejcsarnokba állatokat behozni tilos. Kérdeztem, és ez hol van kiírva? Azt mondta, pont a fejemből. Tényleg ki volt kiírva. Ettől lettem bűnös. Miket mondtál? Ami már hónapok óta fölgyűlt bennem. Goromba voltál. Akárhogy vigyázott, ilyenkor kiszaladt valami a szám. Mégis mi mondtál? Hogy dupla valadó. Az mit jelent? Semmi különösebb. Te sosem szeretted az erős kifejezéseket. És akkor léped az a bizonyos Paula. Miért mondod ezt ilyen gúnyosan? Hol van itt a gúny? Úgy látszik, Paula barátnő valamilyen nem tetszik neked. Tényleg, drágám, nekem az nem tetszik, hogy félig felöltözve néz ki az utcára. Nem volt időm felöltözni, mert megszökött a macska. Macska? Nem szokott megszökni. Nem is az én lakásomból szökött meg, hanem a szomszédnőm lakásába. Mit kerestél, te félig felöltözve a szomszéd lakásába? Hány percet beszélünk? Nem érdekes. Mégis? Nem számít, mondd beteg a szomszédnő. A szomszédnő nem is volt otthon. De jó, és mit kerestél, te félig felöltözve a szomszédnő üres lakásába? Édes Gizám, ez igazán nem fontos. Tudni szeretném. Miért kell neked minden legapróbb részletet? Mert féltem. Nekem nem kell félteni. Jaj, lehet, hogy ez egy szokásos rendetlenséged, de
A leveledről úgy teszed ki, hogy ez több annál. Miből vetted ezt ki? Én csak úgy érzem. Miből érzem? A szavaidból, és ezt érzem. Mindent elmond a kizácsony, nyugodj meg. A szomszédnőm egy drága kis szerencsétlen teremtés, mindenki csak Egérkének hívja. Tudod, van egy játékunk. Ha Egérke hazajön a munkából, átnyávod, mert nem én beeresztem az egyműtőség macskáját, ez visszanyávod. Egérke felel a macskának, a macska Egérkének. Nem is játék, ez csak olyan szokás. Szóval nálam van a lakás a kulcsa, mert egész nap dolgozik, és csak szabad idejében foglalkozik kalapokkal. Épp öltöztettem, amikor az egyik buncsapka telefonált, hogy elkészültem arra a karomra. Amikor átmentem megnézni, a macska karomon ül, de aztán letettem egy percre, mert kíváncsiságból fölpróbáltam alatt a nőnek a kalapját. Hát abban a szent pillantágban leszaladt a lépcső. De utána? Hát persze. Abban az öltözékben? Így is a harmadik utcában értem utol. Hogy tettél ilyen? Te nem ezt tetted volna? A világnak az a macskája, amelyik én hanyag ruhában szaladgálnék az utcán. Tudod jól, hogy a macska nem az enyém, hanem a társbérlő. Mi képzeleted, mit szóltak volna az adjunktusék, ha megszökik az ő imádott macskájuk, amelyre már amúgy is féltékenyek voltak. Mi féltékenyek? Mint állítólag elcsábítom a macskájukat. Mivel csábítod el az adjunktusék macskáját? Mennyibe kerül egy perc? Mondtam már, hogy semmi lesz. De engem idegesít, ha nem tudom, hogy ez a beszélgetés mibe kerül. Semmibe? Az nem lehet. De Misi vállalatánál zajlik az egész. Na, de a vállalat Misié. Hát ez a Rezsi terheli. Hát Misi csak önzi neki, mert akkor annál kevesebb az adója. Na, ezt minden csábítod a legyőbeség macskáját. Egy fél deci tejet szoktam neki adni. Már semmit? Meg egy kis húst. Szerinted ez helyes? Ők nagyon finom emberek, de túlérzék. Hát akkor ez én is túlérzékeny vagyok. Te is megsértődnél? Én is megsértődnél. Hát te is túlérzékeny vagy, drága Gizá. Hát ezt most hallom először. De most vagy először megsértve. Honnan veszed el? Ebből a telefonbeszélgetésből. És semmi olyat nem mondtam, akkor azt érezteti, hogy meg vagyok sértődve. Mert nem vagy őszinte hozzá. Tudod, hogy mindig őszinte voltam hozzá. Elejétől fogva érzem, hogy valami bánt. Nem értem, mire célzol? Paulára célzol. Édesem, neked van egy új barátnőd, akivel jól érzed magad, annak itt csak örülök. Tudom, hogy örülsz, de valami megzavarja az örömödet. Semmi. Csupán a leveleznek egy bizonyos passzusa, úgy érzem, kissé elhamarkodott. Melyik passzusa? Ahol azt írod, hogy ez a Paula, ez a bizonyos Paula olyan hatással van rád, mint én. Az egy finom lénye, lelki nemessége emlékeztet rá. Csak hogy ez a te Paulád, ez mustár színű, vagy milyen magyaró színű jerseyvel jár, és festi a haját, ebben is hasonlítunk? Hát, te is nagyon sokat adsz az öltözkedésre, drága Gizá. Ezért reprezentálnom kell a fiam házára, de biztosítom, hogy a legdrágább párizsi toalettem is a koromhoz illő, azon kívül nem festem a hajam. Most se bűn, ha valaki festi a haját. Milliók és milliók járnak festett hajjal. Most csak ez még egyszer? Mit mondjak még egyszer? Az színét mondtál. Azt mondtam, hogy milliók járnak festett hajjal. Sejtettem. Mit sejtettél? Hogy milyen hatással lesz rád ez a Paula? Milyen hatással? Teljes szőke lesz. Ha megáll az eszem! Igen, vagy nem? Meg kell mondanom, édes Gizám, egy kicsit furcsálom ezt a feltételezést. Úgy gondoljék, végével, drága jó. Ah, nem szoktam ilyen mutatságokra esküdteni. Hát akkor szőke vagy. Nem vagyok szőke. Jaj, milyen szint ajánlott az a drága Paula? Arról beszélsz így, aki szegény férjemmel együtt. Megmentett az éhhaláltól az ostrom alatt? Ki mentett meg az éhhaláltól? Hát erről most hallok először. Mi ugyanis? A barát? Dr. Klausz Istvánné. Együtt vészeltük át az ostromot egy budai pincében. Szegény, jó férjem, amilyen múlja volt, nem gondoskodott az ellátásokról. A Paula nincs, ott fordultunk volna fölé. Én rólad beszélek. Ez Paulára jött vissza. Engem a te sorsod akarsz. Ne akarszok téged az én sorsom. 5 perc múlva meg fogod bánni, szégyeled ezt a veszekedést. Soha életemben nem veszekedsz. Egy életedben imádtál veszekedést. Fejezd be ezt a veszekedést, drágám. Azt akarsz, hogy is ajánlani, édesem. Misit üdvözlöm. Átfogom adni. És Hildegárdnak is a két úr szemben is. Köszönöm szépen. Csokoladizám. Vigyázz magad. Nincs! Mire vigyázzak? Hát akkor aludj jó. Te is. Beadod a derekadat. Fogadjuk, hogy nekem nem merte volna visszaadni.
Nem tetszik felpróbálni? Minek? Mert hát, ha neki van igaza. Ahhoz nekem nem kell egy kalapot felpróbálni, hogy lássam, kinek van igaza. Azt fogod mondani neki, asszonyom, Orbán Pilárék üzeni, hogy ez a kalap nem trusmosos. És ha van még valami megjegyzése, forduljon egyenesen él hozzá. Köszönöm szépen. Szívesen. És most szeretnék egy kicsit egyedül maradni. Elcsüket, drága, csak nincs valami baj. Nincs. Akkor elmegyek. Miau! Miau! Drága Gizem, nagyon szégyenlő magam, hogy tegnap olyan mindjárt után beszéltem veled a telefonba. Épp veled, aki a legdrágább vagy nekem a világon. Szép tőled, hogy aggódsz. Már ki nem állhatok, ha aggódnak éppen. Tudd meg, Gizem, igenis! Világos barna a hajam. És mégsem érzem bűnösnek magam. Paula mint el a fodrász ezeki. Mindjárt eltalálta azt a meleg, de diszkrét szint. Azt mondta, ez az én igazi egyéniségem. Az őszhaj megmásította a lényemet. Aztán Paula nekem adta. Valósággal rám erőszakolta azt a magyarószint jerseyt. Aztán lekönyörögte rólam a magas szárú fűzős cipőt, és igazza lett. Hogy milyen más érzés, ezt el sem mondhatom. Nem ismernél rá, elegáns nő lettem. Én már azt sem tudtam, milyen ruha van rajtam. Az ember hozzákopik a körülményeihez. De hát mit vegyenek észre az emberek egy lompos, unalmas öregasszonyom? Üljön le, mama! Egybesült visszaokus a mama kedvenc. Azt most nem vagyok éhes. Azt nem lehet a mamának enni kell. Nellesz meg, azt se tudom, mi vagyok. Egy szürke agyag lehet világos vagy sötét, de a magyarószín, tudtam, a magyarószín, annak nincsenek árnyalatai. Hát mi ez? Mondd meg te! Szerinted ez a ruha világos? Kiül a hús, mama, tessék hozzá rám. Nézd már ide, Jócsi! Túl világos ez a ruha? Igen, mama, a ruha túl világos. Na jó! Hol láttál te már? Ennél sötétebb magyarószín csörvény. Nem tudom. Hogy is tudom, én még egyáltalán nem láttam magyarószín jerseyt. Hogy nem láttad? Hát, itt látod rajtam azt a magyarószín jerseyt. Igaz, akkor láttam. És ezt te szerinted is túl fiatalos? Én azt egy szóval sem mondtam. Tessék enni, egybesült disznóhús. Te, drága Gizám, tévédben élsz, csak ülsz abban a kastélyban, ahol megszűnik neked még a levegőt is. Helikopterrel visznek rövid hullámú kezelésre Münchenbe. Írod a szebbnél szebb leveleidet. De 16 év alatt elfelejtetted, hogy nekem egy közönséges plomba a fogamba fél délután várakozásomba kerül, miközben 15-ször összeveszünk, hogy kijött hamarabb. Mit tudsz te erről, drága Gizá? Olyan élet, mint a tiéd, nagyon kevesen. És olyan fiú, mint a te is, így még kevesen. De hogy nem csak családtag vagy, hanem egyenrangú fél is. Megosztják veled az életüket, azt a főre, mint ennek reprezentálsz. De hogy élek én? Mi van nekem? Ezek a vasárnapi ebédek a lányoméknál, nem panaszként mondom, nincs egy rosszabb se Illusra. De hát megvan a maguk élete. Józsinak mindenne a műtő. Még a vasárnapi öltönyéből is árad az ajtató kédes kis szaga. Illus sorra teszi le a nyelvvizsgákat, hogy minden vizsga fizetése mellé is kellett. Ha volna gyerekünk, nem lenne semmi baj. De így, mire kell lennék? Ketten keresnek, megvan minden. Se elvenni, se hozzátenni nem tudok semmit. Mi marad nekem? Mama, kérem, tessék már megebédelni. És mi van a lábán? Hová tett a fűzőcipőjét? Észrevetted? Új cipőm van. Ezt is Paulának köszönhetem. De Gizó persze megint berzenkedik meg neki. Minden gyanús, ami Paulától indul ki, azt mondja, meg fog dagadni a lábot. Ki az a Paula? A barátnőm. Mitől van megdagadva a lába? Nem ő neki, hanem az anyusnak van megdagadva a lába. Jaj, drágám, én azt mondom, hogy amíg fűzök cipőt hordtam, elég gyakran megdagadt a lába. Most meg azt mondom, amit Géza sem akart elvinni, mióta ezt a fél cipőt hordtam végén. Mintha elfújták volna. A Gizinének ilyen panaszai vannak, küldjünk neki gumiharisnyát. Nem érted? Az anyusnak van megdagadva a lába. Hát sütetek, mondtam! Kinek beszélek én? Tizedszer mondom, hogy mióta ezt a félcipőt mondom, nincs megdagadva a lábom. Ebben is Paulának lett igaz. Ki
Ki az apa? Lába, lába, vagy a cipő, a cipő, és a láb az láb! Az én lábamon van szó. És nem arról, hogy ez a láb meg van dagadva, hanem itt fordítva, hogy nincs meg dagadva a tették. Ez a láb az anyádi, aki téged a világra hozott. Követelem, hogy nyomd el az ujjadát. És ha necsesebb megnyugodást érted, elismerem a tévedésem, és rögtön felhúzom azt a rohadt fűzött cipőmet! Nyomd meg a lábam! Nehogy nyomom! Maga kérem, tessék megnyugodni! Ha megtagad a lába, veszünk újhagyat. Hú! Nem nyugod meg! Csak hogy én azt hittem, emberekkel beszélek. Nem tudtam, hogy valakkal beszélek! Amikor 16 évvel ezelőtt leszálltam a Müncheni repülőtéren, ezzel a mondattal fogadott. A mama nem tudott kívánni, amit én neteljesen ér. Csak egyet kérek. Amióta itt élek, az itteni magyarokkal szóba sem állok, az otthoniaknak nem válaszolok. Azt mondtam, légy nyugodt, fiam. És mégis. Tegnap, amikor a vártán kissé előbb érkezett meg Bálintből, egy magyar házaspárral teáztam a teraszon, kicsi, hogy meghallottam magyar szót, elkomorult. Egy kicsit csak társalogtunk, hevegte. Kicsi bólintott, csak érezze magát jól, a mama mondta, és bement. Nem megtem nem menni a vacsorához, inkább felutattam a szobámba. Vártam, hogy ő is jön, de nem jött. Azóta itt ülök, megérdemelt és önként vállalt szobafogságban. Tudod, édesem, én egy öreg asszony vagyok. Az öregeknek abból a fajtájából, amelyik vállalja az öregséget. Egyébként mellesleg ez az egyetlen magatartás, amelyet a fiatalok megbocsátják a létezésünket. Megbénultam és belenyugodtam. Megöregettem. Sokat vagyok egyedül, de ezt is elviselem, sőt, még büszke is vagyok rá. Hidd el, sokkal nehezebb az ifjúságot elviseli, mint az öregséget, ha már úgy sincs más választás az embernek. De a legnehezebb elviselni azt az öregséget, amelyik fiatalságban átadta magát. Ezért féltelek Paula barátnőtől. Ne haragudj, de ebben az esetben nem vagyok hajlandó zsebrevágni a te erkölcsi hitelmeidet. Mitől félsz? Én egyszerűen csak boldog vagyok. Tegnap, amikor a Narcisszból hazajöttem, hosszú idő után először újra kinyitottam a rádiót. A Don Carlos közvetítették. Átjárt a zene. És a zene mellett az édes tudat, gyorsan felhívtam Paulát, hogy kapcsolja be ő is a rádiót. Átéreztem, hogy amit én hallok, amit én érzek, ugyanazt hallja és érzi Paula is. És mióta Paula, ahogy te hívtad, fogadni kezdett, eszembe jutott egy csomó emlék a múltból. Az is előjött, hogy volt valahol egy fényképnyi rólunk. Kerestem is, de nem találtam, talán te vitted magaddal. Létán készült egy nyári reggelen a majális után. Azon a nyáron lépett a színre szegény Bélám. De én megvoltam szédülve Cserményi Viktortól, és nem tudtam választani. Viktor valami egyetemi vizsga miatt csak a hajnali gyorsan jöttem Pestről. Én Bélával táncoltam át az éjszakát, aki egyenruhát viselt, mert még háború volt. Reggel azonban megérkezett Viktor. Az ő ötlete volt a csónakázás. Amikor megláttuk a csónakot a holtisza közepén, elkezdtünk futni lefelé a lejtőt. Nevettünk, kiabáltunk, integettünk. Megyünk már, Viktor! Itt vagyunk! A képet, amiről írtál, én is keresem a faragott padlózomban, de nem találtam. Vagy nálad maradt, vagy elveszett valahol. Csak hogy rosszul emlékszel, drágám. Nem a majális után hajnalban, hanem a majális előtt délután csinálták ezt létán rólunk. Igen, háború volt, és a papát vártuk Szolnokról, akit újra behívták pótsorozásra. Amikor megláttuk a féderes kocsit ott borzani a Holtisza partján, és a papát, ahogy civilben volt, tehát elmentették újra, rohantunk el, és kiabáltunk, papa, papa! Van
Fantasztikus az élet, drága Gizám. Először is örökre ítéli, mi lett a Viktornak írott lemondó levelemmel. Mert lemondtam a csütörtöki vacsora. Elegem lett az abálásaiból, veszegéseiből. Elegem lett abból, hogy örökösen leeszi, lemorzsázza magát, hogy csupa viszont pecsét. És ami a legújabb, hogy minden fogás után a szájába gyúl, kikapirgálja a foga közé szoros húsfoszlányokat, amiket aztán váratlan rendszeretettel körberakosgat a tányérja belőle. Elborzott, még a gondolatát, hogy Paula ezzel az emberrel találkozik. Mi ugyanis Paulával egy csütörtökre vettünk mozi jegyet. Úgy terveztük, hogy mozi után nálam iszunk egy csésze feketét. Leültem, írtam neki. A dagat lábamra hivatkoztam. Azt írtam végtelen sajnálatomra, kénytelen vagyok bizonytalan időre halasztani a csütörtöki vacsorát. Kértem, hogy telefonon se jelentkezzék, mert az ágytól a telefonig mennem is nehezemre esik. Utána nagyot lélegzettem. Etesse most már az a 120 éves mamája, Cserblényi Bruckner Adelaide operaházi örökös tanú. De nem kapta meg a levelemet. Vagy címet nem írtam rá, vagy elfelejtettem lélegzettem. Elég az hozzá, hogy csütörtökön egyedül jöttem haza a moziból, mert Paula váratlanul fejgörcsöt kapott. Mondtam ugyanúgy, hogy csak kettesben leszünk, de szegényke inkább hazamegy. És képzel, ahogy mentem fel a lépcsőn, ott láttam Viktort állni az ajtóm előtt. Maga? Hogy kerül ide? Nem csütörtök volt. Nem kapta meg a levelemet? 20 perce várom itt a lépcsőházban. Nem. Milyen levele? Most már minden. Mit bámul rajtam? Milyen ruha ez? Esküszöm, az utcán látom, nem ismerem meg. És a haja? Milyen a haja? Van. Mit vacakol a hajammal, milyen? Ez teli talál. Teli talál? Csak beszéljen zöldeket. Vannak emberek, akiknek tilos megőszülni, és aki erre rájön, az zseni. Ugyan már. Ne áldigáljunk itt, menjünk be. Mindegy, hogy hol áldigálunk egyetlenül. Mert ez a haj, meg ez a ruha, meg ez az egész remek. Oh, csak az a baj, hogy nem tudok vacsorát adni. Kell a fenének ez a vacsora egyetlenül. Oh, azaz, hogy egy kolbászos rántott, tehát talán összetudok. Nem kell, egy fala sem menne le a torkomon. Nekem elég, ha ülhetek, hallgathatok, és nézhetem magát. Ne hozzon zavarba. Elég ez is zavarba akarom hozni. Azon a koronén már túl vagyok. Iza, drága Ida, én ezt nem értem, és talán soha nem is fogom megérteni. Bementünk, leültünk és beszélgettünk, de nem az erésről, a belőstontról, a zöldségről. Drága Gizám, mintha kicserélték volna. Ez nem is az én Viktorom volt, anyám, hanem egy olyan Viktorom, amilyennek Paula lefestette őt. És akkor én, aki Paulát kinevettem, most majdnem sírtam, miközben azt a kolbászos rántottát ette. Mert nagy nehezen mégis megengedte, hogy azt a hat tojást föl is. De én nem ettem. Csak a könnyeimet nyeltem, amikor kiderült, hogy az én drága kövérjük rólam. Csak ugyan nem tud semmire. Neki nincs tüdőtágulása. Ezt csak az irigyei mesélik. Ő egészséges, mint a vak. A hadmagyaga olyan, mint régen. Ő csak elvinják, mellőzik, félrepökik. De őt nem kell félteni. Ő újra föl fog törni ezekről a külvárosi leszkadókokról, egész az operáig, a szkáláig, a metropolitánig. Kapuzárás után ment haza, azaz csak készült elmenni. Mert már háromszor elbúcsúztunk, és még mindig ott álltunk a sötét előszobában. Na, de most már igazán elmegyek. Jó éjszakát, kedves Viktor. És még egyszer köszön. Na, mit köszön? Azt a semmi kis rám tudtál. De hogy ezt a szép estét, hogy így elbeszélgettünk. Azt én köszönöm. Mit csinál? A kapcsolót keresem. Kérem, ne gyújtson villany. Miért ne gyújtsak villany? Minek? Itt már is se vagyok egyetlenül. Oh, nem tudom, mi van velem. 27 éve lakom ebben a házban, és most nem találom a kapcsolatot. Jobb, ha nem még a villany. Miért? Ha nem még a villany. Mert akkor nem látom magam.
De hiszen úgyis áttalál a tükörnek. De nem csak a tükörben láthatja magát. És miért nem akarja meglátni magát? Nem is tudom. Csak nem szeretném, ha most meglátnám magát. Pedig attól nincs sok a félni. Miért fogja a kezemet? Azért fogom a kezét, hogy ne tudjon villany gyújtani. Kérem, engedjen el. Nem engedem el. Inkább megígérem, hogy nem gyújtok ki. De nem, csak azért fogom a kezét, hogy ne tudjon villany. És meddig akarja még a kezemet fogni? Egy percig akarom még a kezét fogni, hogy egy percig csöndben maradjunk. Egyetlen. Ha! 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 Hogy kerültél ide? Csak hazajöttem. Bocsánatot kérek. Miért kérsz bocsánatot? Ja, persze. Maguk nem ismerik egymást. Ő az Edérke, akiről meséltem. Igen, volt szerencsére. Ő pedig... Cserményi Viktor. Igazán? A mester? No. Hát... Jó éjszakát kívánok! Megfogta a szót! Megfogta a szót! Jó éjszakát, Erzsike! Jóval kapuzárás után hazament, és felhívott telefonon. Ez a szokása azóta állandós. Néha a késő éjszakában jönnek ezek a telefonbeszélgetések. Sokszor azt hiszem, a régi Viktort hallom, lent létál. Nem aludt még? Hát nem semmi külön, de csak még egyszer hallani akartam a hangját. Mit csinál? Oh, ugyanbár, és nincs jobb dolga. Micsoda? Maga nép Schwindler! A csónakázás. Elismerem, a maga ötlete volt. De aztán... Mi volt aztán? A csónakban? Maga? Hát vegye tudomásul, barátom, hogy maga úgy meg volt illetődve, hogy egy szkallalányra a csónakázásra rám sem lehet nézni. Az a... Csak az a kérdés, hogy mikor? Mert ez nem este. És nem a csónakban történt, és nem a Tiszán történt, hanem ne beszéljünk róla. De igen, emlékszem, ne beszéljünk róla. Nem ért magyarul, azt akarja, hogy ne csapjam a kanyót. Hát azért, én is ennék. Igazán? Oh, gratulálok, és mikor? Most szerdán vagy jövő szerdán? Persze, hogy elmegyek. Sőt, most én kérek magától valamit. Nekem most nem egy, hanem két jegyre lenne szükségem. Nem egyértéről van szó. Ne, ne is találgasson. Most én tartogatok egy meglepetést. Egyelőre csak annyit kérek, hogy holnap délután 5-kor vészetve a Narcisz szóval, és a jegyeket is hozza magával. Jó éjszakát. Aludjon jól. Sült hal. Sült hal. És akkor te meg is megvedd, Viktor? Én? Szó
sincs róla. Én olyan gyanútlan voltam, mint egy falusi hiba. Csak azt észrevettem, hogy a szeme sarkából elkezd nézegetni. Mert észrevettem, hogy Hubertus tisztít. És azt én meséltem magának, hogy mi mindig Hubertus szoktunk hívni. Éppen attól fordtam gyanút, és rögtön én is hozzattam egy Hubertus. Hát ettől meg nekem egy gyanús dolog. De akkor már tudtátok mit a ketten? Csak sejtettük. Én minden esetre megkérdeztem. Bocsánat, asszonyom. Nem ugyanarról személyre várunk, mint a kettő? Én Orbán Bélánéra várok, és ön kire vár? Én is Orbán Bélánéra várok, asszonyom! És akkor bemutatkoztatok! Na, még nem kerül sor, mert elkezdtünk beszélgetni, és aztán megjött maga. Még nem is ismerjük egymást hivatalosan. Jaj, de jó! Akkor mégis csak én fognak bemutatni mindeket egymásnak! Paulán, ő az én régi kedves barátom, Csermegyi Viktor. Ő pedig a legjobb barátja, Dr. Gauss is hát én. A Paula! A Paula. A Paula. Vagy a bordó, azt nem.
Maula, drágám! Kész vagy, drágám? Kész, már csak az utolsó simítások. És szép vagy? Nem mondok semmit. 20 perc múlva várlak az autóbusz megállónál. Na? Hú, ez gyönyörű, ez a legjobb. Hát jó fogás volt, én is ezt hiszem. Halló? Halló? Paula, csak azért szólok, mert már meg is vagyok. Már csak hajamat hozom rendbe egy kicsit. Te is úgy izgulsz. Én is örültem, kérlek szépen, reszket a térdem. Képzeld el nekem is reszket. Rohanok, drágám, csak annyit mondok, életem legszebb napja ez. Nekem is. Nekem is. Valakire, valakire vágyom. Valakire, valakire vágyom. Maria Festa.
Igen? Nem aludt még? Ebben a percben értem haza. Ilyen késő? Hazavittem a barátnőjét is. Maga egy nagyon kertakszik. Minden pénzemet magára szeretnék költeni. Ne akarja megenni a kenyeremet. Kivételesen én szeretnék udvarolni magán. Jaj, nagyon rosszul érdekelte. Csodálatosan érdekelte. Úgy hallgattam, mint régen. Észre sem vettem, hogy nem az operában vagyunk. Hangom már nem a régi. Sőt, van a hangjában valami új. Mi az? Valami közelség, melegség. Észre sem vettem, hogy nem az operában vagyunk. Egészen le voltam nyűgözve. De ráadás után senki nem tapsol. Hogy mondhat ilyet? Paula is egészen oda volt magáért. Fölálltak az emberek, úgy tapsolhat. Ilyen 10 évvel ezelőtt az Albertóban, de Paula véleményére nem vagyok kíváncsi. Nem tetszett magának? Pedig még szebb volt, mint máskor. Nekem maga tetszett. Nincs Windler. Mi nem tetszett Paulát? Nekem maga tetszett abban a ruhában. Ne intáztasson, a kérdésre feleljen. Kimenni akarom az érzékenységét. Nem vagyok elfogult. Paula egy kicsit lefogott. De az arca szép. Ez magának szép, angyalom, ez büffe. Nincs a bokája? Eddig még sosem néztem, de vastag. Hogy nem tudja, hogy én az életben azt tapasztaltam, hogy minden vastag bokája mögül kék hal és nyalec. Mégpedig azért, mert aki a lábát nem mutogathatja, az legalább a lelkét teszi ki. Csak hogy Paula sem a lábát, sem a lelkét nem mutogatja. Ő annál sokkal emelkedettebb lélek. Na ebb az emelkedettséget sokkal alatt. Ezt nem értem. Nem akarom összerombolni az illúzióit, de hát nekem a zene, az elementáris élmény, az olyan, mint a tenger. Imádom nézni, de ha valaki odajön és meg akarja magyarázni a tengert, akkor tübe jövök. Tudja, miért nem? Jöttem én össze soha szakmabeliekkel, mert a maga férje azt mondta nekem előadás után, nézd egy torkát. Én nem sokat értek hozzá, de nekem tetszett, ahogy énekeltél, az nekem többet ért, mint egy egész oldalas. Szegényként pedig nem sokat érted hozzá. De nekem ez kell. Én utálom az álszemérnek a fontoskodás, a nagyképűsége. Paulára célolsz? Nem, persze, nem csak ő a hibás. Megfertőzte a környezetet. Miféle környezet? Neki nem patikus volt az ura. Nem, hanem fogorvos. Ez honnan veszi? Ismertem. Rosszul tudja. Paula férje a Rózsavölgyi zenemű kiadónál dolgozott, de Kanadában átállt az esztétikára. Na most képzelheti, milyen alak lehet. Lehet, hogy erre rosszul emlékszem, de a fogorvosi fúrószéket a saját szememmel láttam. Hol? Az óvóhelyen, ahová Kausz doktor lecipelte, mert jobban féltette az életén. Most is megvan a fúrószék. Ki? Paulánál. Jobban ott vannál a fogorvosnőnél, akinek Paula vérbeadja a rendelőt. Saját szememmel láttam. Bánom is él, hogy nincs oda Paula férje. Hát csak azért nem mindegy. Hát ha nem a férjétől, akkor mástól vett a nézetek. Mit mondott Paula? Bánom is él, ha ilyesmit hallott, sose figyel. De engem érdekel. Wagnerről magyarázott. A Westerdallokról, ami szerint egy kivékítő, megmutató mű. Érdekel. Nehogy érdekes, figyelj már, kérem, ezek olyan megállapítások, amit az ellenkezője is írott, mint például, hogy a zene anyagtalan. Ezt is ő mondta? Na, persze. És nem az? Annak, aki nem ért a zenéhez, aki nem tud repülni, annak a levegő anyagtalan, de a madárnak a levegő anyag. Ha mikor mondta ezt Paula? Ma este. De mikor? A vacsoránál ne? Mesterzsébettől hazaig szintén nem? A taxiban, amíg hazavitte. Az ide 3 perc? Várhattuk a taxit. Meddig? Soká a sofőr legalább 5-ször hátra nézett. Nem ismerek rá. Nekem azt mondta, hogy nem ért a zenéhez. Hát nem is. De nem is mondott róla véleményt? Magának nem. Csak magának miért? Nézd, nem akarok kiábrándítani a barátnőjét. Kikezdett magával? Velem nem kikezdett. Csak próbált? Na, próbálkozni sem. Aludjon jól. Most miért olyan sért? Elálmosodtam. Hát, de még szeretnék mondani valamit. Tudom, mit akar mondani. Mi? Hogy más nőre rá se tudna nézni. Ne, megérszem. Halasszunk holnapra. Mi? Hát, nagyon jól egyet lesz szerelem. Nem aludtál? Fekszel?
szemnézek a sötétbe, és töröm a fejem. Mi? Hogy szóljak-e neked, vagy sem? Viktorról vagyok? Bántana, ha őszintén megmondanám a véleményemet? Nem tetszett neked? Mint énekes nem tudom megítélni. Mint ember, szörnyeteg. Ismerted, tudtad, hogy lármás, agresszív, modorka? Ha csak lármázott volna. Mit csinált még? Hogy mit? Na nem, hát azt el sem tudom mondani. Olyan borzasztó? Mondd, miféle ember ez? Mit gondol magáról? Régen is érett? Mint lánykoromból. Mondj el mindent. Hol ismerkedtetek meg? Első éves énekszakos voltam, ő pedig szigorló mérnök a műegyetemen. Már ez is furcsa. Jó furcsa. Hogy aztán ő lett énekes, te pedig férhez mentél. Miért? Nem szeretted? Vagy a másikat szeretted jobban? Szegény Bélát a mama protezsálta. Azt mondta, inkább egy patikus, aki patikus akar lenni, mint egy mérnök, aki énekes akar. De én nem olyannak ismerlek, mint akinek a mamája parancsa. Nem, én is inkább Bélához hajlottam. Miért? Nem is tudom. Azt hiszem, féltem Viktor. Mitől féltél? Hogy olyan vad volt. Nem is vad, bobó. Meg tudott őrülni. Mitől? A mellemtől. Olyan szép mellett volt? Elég szép. Akkor a nagy mell volt a diva? Az enyém csak nagynak látszott, mert vékony voltam derékban. Füzőt viselnél? Csak egyszer. Mindjárt veszekedni kell. Tehát én elmondott vagyok, és ha még egyszer meglátom magán ezt a vacakot, Tilt utcán letélve magáról. Ez ő a szörnyeteg. Talán megtette volna. Meg hát. A blúz alatt csak megmozdult a melle, már vörös lett, és ott volt a keze. Egyszer nekem esett a Zene Akadémián. Hó? A főlépcsőházban. Szégyellett? Nem szégyellett. Oda dugta az arcát. Hová? A két mellem között. És? És ott ringatta magát. Mit dúdolt? Semmi. Csak beledúdolt. A disznó. És te küldted? Meg tudtam ellenállni. És amikor férjhez mentél, mi történt? Mi történt volna? Szakítottak? Na, de nem lehet szakítani. Eljött hozzák vacsorára. Szegény Béla imádta, ő pedig minden fellépésére küldött egy fából. Férjed is szerette a zenét? Na, ő mindent megtett a kedvemért. Vett egy zacskó cukrot, és amikor fölment a függvény, megpróbált értelmes arcot. Igaz, hogy mindig a nagy árjánál szörgött a papírosnál. Szörgeti azt a mindegy zacskót egyetlen. Direkt zörgette? Dehogy direkt. És nem sejtett semmit? Azt nem lehetett tudni. Viktor tisztelte, engem szeretett, soha meg sem ukkant. És te? Én a férjemet szerettem. Nem Viktor? Minek erről beszélni? Se lánykorodban, se a szóval. Csak nem bírtál neki nemet mondani? Csak aki kérdez, annak lehet nemet mondani. De neki nincsenek szavai, ő vörös lesz. Aztán nyúlkálni kezd, és mintha nem is két keze lenne, hanem itt a polipnak. Itt van. Jól mondod. Velem is ezt csinálta. Mit csinál? Jaj, még most is hivavőrös lesz. Mitől? Nem fogod elhinni. Fogdosott? Mikor? A taxiban. Miden? Hogy jól mondtad? Egyszer, de 8 kézzel mindenemet. Szegénykém, és te mit csináltál? Hallottam. Reszkedtem. A sarokba húzódtam. A sofőr még így is folyton visszanézett. Nem mondtál valamit a mesterdalnokokról? Még a nevemet sem tudtam volna megmondani. Mert ha zenéről beszélnek, neki megvadul. De hogy akartam én őt vadítani? Hát nyugodj meg, Paula. Érzem magam. Egy kutya mindenütt összeharapott. Próbálj meg aludni. És ne is beszéljünk róla. Ezt megígérem. A nevét sem mondd ki. Nem mondtam. Úgy félek, még a fogsoromat sem merem kitenni. Hát neked ki! Akkor meg nem tudok elaludni. Hallgatom, az sem! Halám! Ne drága bizám, tévedsz! És nem elég, hogy tévedsz, még bizonyítani is próbálod a tévedéseidet.
ilyet, amitől a fejedbe szalad a vér. Kérlek, Liza, mi nem apánkra vártuk azon a képet. Ők be sem hívták pótsorozásra, mert már a háború elején alkalmatlannak nyilvánították az asztmája miatt. De tegyük fel, hogy én tévedek, és tegyük fel, hogy neked van igazad. És tegyük fel, hogy mégis apánkra vártunk. Akkor pedig az a fénykép nem 1918-ban, hanem 1919-ben készült. És akkor jobban nem gondolunk rá. Szegény kép, hogy milyen szépen élt, és milyen csúnyán halt meg. Ha eszembe jut az a nap, még most is ökölbe szorul a kezem. Csönd van. Csak a szögőkút csobog, előletem a leveleidet. Ez a legutolsó. Olyan dúlt és zaklatott, hogy inkább a régiekben lapozom. Milyen közel volt, mennyire egyformán éreztem. Hát a távolság megtette a magáit. Olvasom, amit szegény apánk haláláról én. Elfelejtetted, kikölték meg? Tudom, hogy ez nem levél téma, de bátran írhattak volna, hogy szépen élt és szépen is halt meg. Te voltál a lényeg, neked nem tudod fejteni. Én hiszek Istenem. Hiszek az ő elrendelésében. Hiszem azt is, hogy születésünktől fogva hordunk magunkban egy végzetet. De attól tartok, hogy te nem a saját csillagod után betarod, hanem valami ismeretlen, kiszámítható a sors felé. Ha rémeket látok, ne hallgass rám. Ostoba, béna, bénasszony vagyok, aki már csak hajtjukban társadalom. Talán már nem is tudok túl magyar. Az összes fizikusok. Csukott kapu fekete sejjel.
Igazán? Nem is volna rossz, de ha megengedi az anyus, most én is mutatok magának valamit. Tessék, ezen nincs volt, ezen nincs pecsét, és ezt a mama viselte erre a szabolgyúkos a tanul. Ha csak tanulj el, nekem is van tanulni. Jáú! Azt már csak mellékesen jegyzem meg, hogy 20 éve. Mióta egyszer kiütést kaptam tőle, nem ittam egy portfel, és volt csehát. Jó, hogy jössz egérted. Tilus lányom jött föl. Arra kíváncsi, melyik ruhát viseltem Cserményi Viktor koncertjén. Ezt? Vagy azt? Na, mitől félsz? Mutass rá, bátor! Úgy látszik ezen a világon mindenki hazudik, kizárólag az anyusnak van igaz. Hát jó, legyen boldog ezzel a nincsakrákból. De ha ez így van tovább, és még egyszer ilyen helyzetbe hoz, én leülök, és mindent megírok a Gézanérinek. Írjál csak te, árulkodó hiperham! Gyötör a nyugtalanság. Először nézem tehetnek a bénaságomat. Legszívesebben felkelnék, nekiindulnék és hozzád repülnék, hogy lássalak. Vigyázz, drága! Vigyázz, vigyázz, vigyázz! Meg nekem azt mondjam, hogy levelemmel ismeretlenül molesztálom. De én bennem a Giza név olyan tiszteletet keltő, hogy csak hosszas tépelődés után mentem dolgot hallani. Én csak egy boldogtalan teremtés vagyok. Almási Mihályné. Az Edélke. Erzsike biztosan írt róla. Aki Nagykanizsán szilveszter éjjelén lökött az utcára az ulamek menő. Erzsike szomszédságán van. A szobámat, amikor földönfutóként érkeztem Budapestre, és három napig a keleti pályaudvaron aludtam, a második kerületi tanács utalta ki nekem, amiért örök hálával tartozom. Az előző lapai őrült volt. Tételen kiugrott az ablakon. A falak még ma is tele vannak rajzokkal, meg föliratokkal, de ez engem nem zavar. Csak egy rabicfal választ el Erzsikétől, ami minden szó áthallatszik. Ha valamelyiknek szüksége van a másikra, hoppá. Elalvás előtt Erzsike megszokta kérdezni. Nem sírt egyébként. Én válasz helyett legtöbbször csak nyárgyogok egyetlen. A megtévesztését tudom utánozni az agyújtusi macskáját. Nem akarok önnek ijegységet okozni, azt mondjuk, de kihez fordulhatnék. Erzsike valóságban Istenét jött. A példaképének tartja. Mint ahogyan én is őt hiszem minden nekik összüket. Az uram, akit azóta kitettek a vasúttól, a testi ruhaneműmet is csak a vállás kimondása után. Erzsike segített rajtam, amit sohasem jelentek el neki. Úgy tessék elképzelni, mintha együtt laknánk. Hiszen másfél év alatt minden nyikorgásról, roppanásról megtanultam, mit jelent. 4-5 nap óta Erzsike járkálni kezdett. 10 perceket, 4 órákat járkált, föl, le, föl, le. Időként megállt, mintha eszébe jutott volna valami, aztán tovább sem. Az uram olyan ember volt, hogy egyszer megfogta a jobb karomat, nekiszorította a tenyeremet az ajtó fiatalhoz, és teljesen öbből rávált a ujjait. És még ma is, ha sokat írok, vagy gépelek, egy idő után teljesen hideg lesz, és elvált a kezem. Erzsike ma is sokat járkált. Aztán szólt, hogy öltözzek, mert együtt szoktunk bevásárolni a csütörtöki vacsorához, amikor egy világhívő énekesen Erzsikéhez megyünk sépen. Egyszer megcsitta az orromat. Nagyszerű. Feltűnt, hogy a szerdai bevásárlás sem a szokott medelben folyt le. Nem tudom, van-e róla tudomása, hogy Erzsike a pasaréti eltesek elé már. Nem akarok kitérni a részletet, mert tudom, hogy milyen kifinomult gondolkodása. Ma azonban nem is tudok el Erzsikére. Meg sem nézte a túlkot. Ezt látva a hentes, aki gyűlölt Erzsikét, a legzsírosabb karra takasztott el a kampon, de ezt csak kifogásolta. Még én mondtam neki, nem kövér, ez egy kicsit. Erzsike csak legyen. Így is túl jó neki. Egy táviratot szeretnék feladni. Lábom megtagadt, nem tudtam bevásárolni, vacsora elmaradt. Erzsike
lábát mennyire emlékszem. Nem volt itt lehetőadás. Ebből az következik, hogy a lemondásnak valami más oka van. Talán éppen ugyanaz, mint a napon óta tartó járkálásnak. Szíves elnézését kérem, a kezem elfáradt. Levelemet egy később időpontban folytatom. Itt Orbán Bélányi. Nemrég feladtam egy sürgőn Csermelényi diktatát Budapest. Balzak utca 20, ezt most töröltetni szeretnék. Hogy tetszik mondani? Az nagyon nagy baj lenne, kérem. Nem lehet valahol tudtam érni? Hát ki ezt fordulhatni? Itt Orbán Bélányi. Egy fél órája feladtam egy sürgőn Csermelényi diktatát Budapest. Balzak utca 20, ezt most töröltetni szeretném. Nem. A kisasszony, aki fölvette, azt mondta, önhöz forduljon. De micsoda beszéd ez, kérem? Mindent el kell követni. Muszáj! Föl fogom jelenteni a postát! Ja? Jó. Itt Orbán Bélányi. Az előtt feladtam egy sürgőn Cserlényi Viktornak. Ez már az ötödik szám, amit fölhívatnak velem. Nem szabad, hogy megkapja. Életkérdés! Amiből tragédia lehet. Persze, hogy tudom a szöveget. Lábom megdagadt, nem tudtam belátni, hogy katra elmegyek. Hogy teszik mondani? Nem vicc, kérem! Véletlen komoly! Egy ember életéről van szó! Köszönöm. Nyitjuk tudtam, hogy a magyar posta milyen kitűnő itt nézni. Azt mondjam, legyen. Sajnos volt alkalmam kitapasztalni az elmebaj legkülönfélét a az uram, mielőtt eltávolították a vasút kötelékét, a jegyugasztóval támadta meg egy ittas kollégáját, és több helyen kiugasztott a fülét. Most munkaterápiás eljáráson dolgozik az egyik, ami természetének a legjobban megfelel. Nem akarom őt megrémíteni, de mintha az én imádott elsőkönyvnek is kezdene megzavarodni az idegnek szeretném. Tegnap Erzsike nagyban készült a csütörtöki vacsorára. Én szokás szerint segítkeztem neki. 50 pántot sütöttük. Fél 8-kor Erzsike bement átöltözni, ami szintén így szokott történni. Pontban 8-kor én leszültem a tyúklevest, kihaláztam belőle a csirke máját, amit egy külön kis levesen, egy külön kis lábon faragtam. Ez a nagy művész él hal a csirke máját. Viktor maga az? 8 óra is maga még otthon. Ezekből a fánkokból, amelyekre most öröm rámérni 10 perc múlva tököcsű lesz. Halott ipar? Miféle? Szóval magának a halott ipar kórusa fontos. Köszönöm! És akkor elszabadult a pokolra. Erzsike égő szemmel, reszkető szájjal halott halványra rontott a konyhába. Nem szól semmi. Fölkapta a nagy porcelántálat, a lábával berúgta a fürdőszoba ajtót, és az összes fánkot, 50 darabot beleszúdította a klozetba. Aztán megúszta a videt, és miközben ott ugráltak a fánkok a visugában, harapolító hangon beleütött után, Egészen addig, amíg az utolsó fánk is elment, akkor visszarúgott a tűzlevesét. Ezt azonban már nem vagyok erőszakos természetű, sikerül megmenteni. Csak akkor nem félszer. Mit állsz itt? Öltesz föl, menj az utcára, és feküdj le az első férfira, te hülye! Feküdj le az első férfira, te hülye! Ezt kell úgy megírni. Nekem, akinek mondanom se kell, az elmúlt másfél évben még csak férfi látogat. Azt mondjuk, mentsük meg ezt a drága nőt, akinek én, mint életem megmentőjére, örök és forró hálával tartok. Kizárom, ez fantasztikus! Te, akit egy szilárd 20 évvel ezelőtt utcabán teljes magányra ítélt, jobban keresztül látsz egy emberen, aki még csak nem is ismersz. Mit én, aki nap mint nap együtt vagyok vele. Hogy milyen igazad? Ez a koncert kinyitotta a szemem. Én akár így hazudik, mintha könyvből olvasnál. Hogy jöttem rá? Figyelj ide! A koncert után azzal próbálta Viktor szédíteni, hogy az ő úr a zene esztén a Kanadában.
leszek én is kerültem. De aztán kezdtek eszembe, hogy a dolgok az ostom a pincel. Kaszdottan fúrószéke, amiben egész nap emlék. Azt hitte az oroszok azért csinálták a háborút, hogy az ő rosszabb fúrószékét az, amit én kaprám ütett. Másképp az ott legyen. Az ostom alatt szóval semmi élelmiszerünk nem volt, ahol Paula néha megkínált egy kis ételmaradékkal, ami különben rábüdösetett volna, mert az én jó élhetetlen uram mindössze néhány tetanusz és 500 ultraszettét hozott magával a gyakosságot a kitából. Na de épp, amikor az ultraszettél ára kezdett fölmenni, tovább is veszed, és biztos, hogy nem a zene eszét alottája. Ha mutatsz nekem egy zene eszét, tehát aki egy felirat nélküli üvegben megszimatolja az ultraszettét, hát ne veszem előtte a pahat. De ezek nem minden. Azt is megpróbálta nekem bebeszélni, hogy nem ötelnek Viktorra, hanem Viktor vele. Viktor, akit dinamittal se lehetne lerobbantani rólam. Állítólag megfáradt és úgy összefogdosta a taxiban, hogy a sofőr mindúttalan hátra nézett. Most szóljon szám. Ez ő, akiért megőrülnek a férfiak, Miss Arizona. Az ő epeköves aortatárulások műfogsoros szexepszívét. Minden délután ott ülök fel a nácizban 5-től 7-ig, mocsoljuk le délről cserdeket. Megcsodálva az új ruháját. Még csak azt hiányzik, azt képzelje, féltékeny vagyok. Egyébként nem az én memóriám, hogy ki, hanem a kié. Lehet, hogy azon a képen szegény apánkra vártunk. Vagyis a kocsijára szolnokról jönnek. De úgy látszik, megfeledkeztél Szántó doktorról, pedig őt azért vitték el létáról. Mert a vörösök szétverése után egy csomó sebesültet a padlásán rejtegetett. Ami szegény jó drágán, az ő vita és sakpartnerének kiszabadítására ment be szolnokra. Ahol a különítményesek parancsnok a levörös bélencezve, és egy csomó lézengő szemelátára fölfokozta. Ő pedig hazajött, lement a pincébe, és fölbelőtte magát. Nagyon ideges vagyok. Miattam nem? Nem miattam. Csak nem rosszabbodott az állapota. Tudod, kicsoda a Rámsari professzor? A kezelő orvosod. Igen. Hát az ő vezetésével létrejött egy klinika Frankfurtban, olyan, ami a világon nincs még egy. Nem is a felső 10 000-nek, a felső 500-nak. Mostanában ott volt készítés. Csak nem akar megoperálni, neked el van roncsolva a fényeket. Lusznik bácsi viszont azt mondta, erre nincs segítség. Jaj, de őszisztás Szálidhoz is. Te kinek hiszel? Hát nézd. Ő a házbarátjait, kapcsolatok vannak. Itt mindenki figyeli a másikat. Van, amikor az a jó oldal, hogy a spórolt, van, amikor az, amikor dobál az a pénzt. Ilyenkor nem lehetne megmondani. Ne hallgass se. Azt tedd, ami neked a legjobb. Nemrég hallottam a Narcisban, hogy Paula minden délután egy férfival küldögél Budán egy másik eszpresszóban. És most hallgass meg, mi történt. Rögtön elrohantam Paulához. Biztos voltam benne, hogy jó helyen járok. Mint rendesen a fogorvosnő nyitott ajtót. Paulához! Kérdezte barátságot alapul. Azt hazudtam, amit várja fogad. Amitől mindjárt barátságos ember. Egy perc múlva már Pausz doktor fúrószékében ültem, és szőttessel elfüggönyözött ajtó választott el Paula szobájától. Épp áthallatszott valami röpögésszerű hang, ami csak Viktortól lehetett el. Mondod, hogy fúrni kezdett, többször figyelmeztetett, hogy ne lehetítsem el a fejemet. A szavak nem hallatszottak át részben a szőttes, részben a forró zúgása miatt, de úgy látszik, hogy működik bennünk valami jelzőberendezés. Ismersz ki szám. Rajtam sokáig nem látszik semmit. Nálam a váratlanul jön a robbanás. Egy erélyes mozdulattal félrelőttem a doktornőt, levittem az ötöt, amit sajnálok, megyújtom az ajtót, és ahogy sejtettem. Én a legalkalmasabb pillanatban toplantam le. Az asztalnál lepedőnyi szalvétába csomagolt pozakjával ott ült az a vés vindlány. És éjes hörgések és nyögések közepette nézte, hogy Paula kimeri a levet. Nem ért meglepetés. Akkor még nem kell belehagyni a nyugdíjas operainek egy csúkleves tecik. De amikor azt látta, hogy az a nő, akit Isten tette,
hetek, sőt, hónapok munkájával kiszedte belőlem, legféltette titkaimat, akkor elveszettem a fejemet. Tudnod kell, Virám, hogy Viktor szűrve szereti a levet. Úgy szeret, hogy egy kis lábosban legyen félre a pacsirkemára, egy távol pedig szintén külön. A zöldség az oza a nyaka és a grészkaruskán. Amikor ezt a zöldséges tálat megláttam, felkaptam és rávarítottam Paulára, aki sikoltott, és kirohadt egy tapétkajtót, miközben pocsogtak róla a víz. Azóta mind a mai napig ezt a nőt nem láttam. És megfelizál. Mihelyt kiadtam, ami érdem lehigadok. Merem állítani, hogy a következő percekben hát remekül viselkedtem. Még te is elégedett lettél volna. Volt egy bizonyos helyzeti előnyünk. Mégpedig az, hogy Viktor hirtelenében nem tudott a székből talán. Megvan az a rossz szokás, hogy evés közben kilép a cipőjéből, úgy látszik elrúgta valahová, ha is nyába tett széget mutatkozni, csak kerecste a lábába. Én pedig fölényes nyugalomban, majdnem nyájosan azt mondtam. Sajnálom, hogy Kausné önöltsága nincs jelen. Önt azonban, kedves uram, a jövőben nem ismer. Igenést, kapkodást látnom kellett volna. Azt mondta, félre magyarázom a helyzetet, könyörögök, hogy hallgassam meg. Én önt sajnálom, mondtam neki. De kérnem kell, hogy a jövőben kíméljen meg a látogatásaitól. Erre azt mondta, hogy nem tud élni nélkülem. Ez messze jó esett, de szerencsére nem szégyültem meg. Emlékszem, még a kezembe tartottam a szótást. Olyan nyugodt voltam, hogy összehagytam. Teljesen fel vagy dúlva, percről-percről megváltoztatod az elhatározásodat. Ebből egy szót sem tesz. De hogy is ne. Olyan ideges vagy néha, hogy ez a idegbaj határát súlyod. Honnan veszed ezt? Besúgolik annak? Besúgolnak elidegem a te leveleid összebiztosságot. Ilyen vagyok, hiszen belőlem hiányzik egy nyugalmat, egy értudatosságot. 20 éves koromban is kapkodtam. Volt már időt leigadni. Nem vagy 20 éves erre. Ezt mire mondtad kérnek? Rendben van. Felelj nekem, de őszintén. Szerelmes vagyok a szörnyeteknek? Ezt visszautasítom. Okay. Ilyen akkor nem elég világhírű művészára beszélni. Ha igen vagy ne! Ezt nehéz lehet mondani. Tudod, hogy nem szoktam hazudni. Nem vagyok erről meggyőződni. Rajta kaptál már egy hazugságot? Hagyjuk ezt. Nem hagyjuk! Ünnepélyesen kijelentem, hogy én nem vagyok szerelmes cserélyen. Borzadok tőlem. Sőt, utálom! Az egész lényeg idegen tőlem, mert moho, önző. Immorális, mint egy vadállat. Az előbb, amikor szörnyeteket nevezel meg sértődésnek. Hogy szörnyeteg és vadállat, az kettő. Van különbség. Van különbség. Hát akkor mégiscsak nekem van igazam. Miben édesem? Abban, drágám, hogy te halálosan szerelmes vagy Cserményi Viktorban, akit az imádó barátnőd, a Paula elcsábított, most mind a ketten elhagytam, te kétségben, hogy esem el tényleg. Erre a vállalat már nem is válaszolja. Viktor, mondj sütörtökön! A legjobb hangulatnak itt vagyarázott ennél a rasztalnál, ahol most ülök. És mi volt a vacsor? A szokásos, és utána várok. Megette? Azt hittem, majd a másnapról nagy gyurkocsék, de az utolsó szerint én megértem. Elzsír. Kérlek, Izám, már egyszer beszélünk. Ne törődj. De én várok egy telefon. Mitől? Kedjék én egy sürgős palaprendelésű. Bocsáss meg, Izám! Most már elárulok. Viktornak szólok. Őt láttam azon a képen. Ő neki örültem, ő felé rohadtam. Azon az estén lettem az övé. Bevallom, hogy azóta viszonyom volt vele, létán is, festen is, lánykoromban is, asszonykoromban. Egészen addig, amíg szegény jó férjemet le nem hozták a műtőkbe. De amikor az ágyom fölébredt az altatásból, és az első pillantásával egyébként esett, akkor bőgni kezdtem. Többé nem engedtem magamhoz nyúlni, de még most is őt szeretem. És nem éltem volna túl az elvesztését. A vacsorák foglalták el az ölelések helyét.
Ronda neve. Úgy jelent, mint egy fuldokló. De az én főszületem. Még a bevásárlásban is volt valami öröm. Fogni azt a húst, azt a zöldséget, amit megesz. Hülyeségeket írok. De ilyen hülyén szerettem. A nagy hasát is szerettem. A nevét is szerettem. Sőt, nem csak a Viktor, hanem minden szót, ami Viktorra emlékeztetett. A háborúban talán csak azért rukkoltam az angoloknak, mert Churchill lébetűt mutatott a németek. Ha ilyen őrülten szerettem, úgy tudtam még magam előtt is letagadni. Ne kérdezz, le tudtam tagadni. Azaz csak a mai napig tudtam, hogy letagadni. Néha megrémülött őt. Mi vagyunk az a két testvér, aki mindent tud egymásról? Milyen titókat rejtegetsz még, amit nem ismerek? Nem, nem is kérdezem meg, mert félek, hogy régi sebeket tépek fel vele. Talán jó volt, hogy most elmondtad, ami kikívánkozott belőle. Talán most megnyugodtál, megkönnyebbültél. Talán ez volt az ára, hogy ettől az emléktől végleg megszabadult. Igen, vége, befejeztem. Ezt a szót Viktor most hallott tőlem utoljára. Holnap már nem is fogok emlékezni rá. Ne küldned rá. Aludj jól. Aludj jól is. Te nagyon drága Ádika. Viktorral szeretnék beszélni. Ki nincs otthon? A te fiad ilyenkor ember emlékezett, ott otthon szokott lenni. Majd később hívom. Lehet. Ez a minden attól fél, ha még egyszer beszélek vele. Csak azért is beszélni fogok. Kezi csókolom, én Fodor Patti vagyok a Pamatikban gyermekkorúsában. És a Bibi Pattival szeretnék beszélni, de nagyon fájok. Tartok. Nincs ott fog.
Kihez jössz? Fogadni mernék, hogy nem hozzám. Régebben legalább meglátogattál néha, most meg itt ólálkodsz éjszaka az ablakunk alatt. Mi történt veled? Viktorral szeretnék beszélni, Alika. Tudtommal, te szakítottál veled. Éppen azért. Ha nem tudnál, ki kellett hívnom a körzeti orvost. Egyik injekciót kapta a másik után, és most, amikor végre megnyugodott, nem engedem őt újra felizgatni. Nem fogom felizgatni, Alika. Én nagyon meg vagyok elégedve a fejleményekkel. Milyen fejleményekkel? Kérlek, fiacskám, ne gyere közelebb. Félek a bacillusoktól. Egész életében te voltál a fiam rossz szelleme. Sajnos ő olyan, mint egy gyerek. Nem tudott kínálásnak ellenállni. Én sohasem kínáltam, Álika. Minden csütörtökön megtönted, mint egy libát. Pedig egy dekát sem szabad híznia. És azok az éjszakai telefonok, amikor aludnia kellett volna. Ne akarj vele beszélni, fiacskám. Az elhatározását úgy sem másíthatod meg. Milyen elhatározás? Hát ne gyere közelebb. Én csak egyet szeretnék tudni, fiacskám. Mit akarsz te tulajdonképpen Viktortól? Szeretem. Hány éves vagy te tulajdonképpen, fiacskám? 62 leszek. 62 leszel. 62? Te csak szeretnél lenni, fiacskám. Mintha nem tudnám, mikor születtél. Cipő van a lábadon, vagy papucs? Papucs van a lábadon. Cipőt se tudsz húzni, de ide jössz, és annak a szegény fiúnak megzavarod a fejét. Hát ilyen voltál mindig. Izgalom, kavarodás, ez volt az életed. Csak 10 percet szeretnék vele beszélni, Álika. Ha igazán szereted Viktor, akkor most félre kell állnod az útjából. Csak 5 percet. Tönkre akarod tenni a boldogságát? Ne tégy úgy, mintha nem tudnád. Mit kéne tudnom, Álika? Hát neked nem szóltak. Ki? A fiatalok. Miről? Hogy összeházasodnak. De? Lehet, hogy nem esik jól, amit mondok, de én nagyon elégedett vagyok. A barátnőd pont az ellentéted. Egy nyugodt és nyugalmat árasztó asszony. Kérlek, ne gyere közelebb. Biztos, hogy nincs itthon, Álika. Nincs. Elmentek. Villany hasmelegítőt venni. Nekem korán kell lefeküdnöm, mert korán kelek. Én nem akartalak zavarni, fiam, csak erre jártam, gondoltam. Kérek Józsitől egy altatót. Altatót? Anyusnak? Nem tudok elaludni, fiam. Adj valamit, és már itt sem vagyok. Józsi még nincs itthon, és az összes orvosság a fiókjában van bezárva. Akkor megvárom. Ne tessék megvárni, beírták egy sürgős műtétre. Telefonált a fönnődé, csak késő éjszakáig is elbizódhat a műtét. Mama, kérem, tessék csak visszajönni. Mit akarsz? Mi baj van az anyus? Semmi. Tehát hogy néz ki? Hogy mindig kinyugszottam. És mitől ilyen marigás a szemem? Hagyjál békén, mástam meg azzal, hogy ez miért van kifestve a szemem. Mert a kifestett szem nagyon rosszul áll az anyussal. Jobban tennéd, ha te is festemény magad. Fodrászos sem járok, dolgozom reggeltől estig. Itt homosom, mégis rendes a hajam. Egy fejkáposzta, és azt viszi magáról, hogy szív. Az anyus nem tudja, hogy vasvarát csinál magával?
Szerinted, aki elmúlt 61 éve, csak úgy nézhet ki, mint a halál? Vajon nem 61 múlt, hanem 65 lesz. Ezt a megjegyzés. Amiben benne van az egész alamusziság, hogy egyszer, amikor már késő lesz, nagyon meg fogod bánni. Nem fogom megbánni, hogy óvjatatom az anyámat a nevetségességtől. Szeretném tudni, melyikünk nevetségesen. Ki szerelmes Cserményi Viktorba? Én vagy az Omi? Te? Biztosan nem. Darab fűzsír nem lehet szeretni. Összetett kézzel könyörgöm, rúgva ki ezt az otromba csetinálból. Tehát nem elég, hogy tönkretett a fiatalságát, még az öregkorát is ő roncsa meg, hiszen már cipőt sem tud húzni az anyus. Egész életem még csak jól kaptam tőle. Mindenkit becsapott, mindenkinek hazudott, és azt, amit mindenki tud róla, csak az anyus nem akarja tudni. Ha hazudott. Csak azért tette, hogy a rossztól megkíméljen. A csalásai csak kis csalások voltak. Amilyen nagy darab ember, olyan hűség van benne, és olyan nagy szív. Ha ezt egy 20 éves lány mondja, meghatódom a tisztalanítását. De egy öreg asszony szájából hallom, a rosszul lép fogja. Engem is, ha egy lány így beszél az anyjával. Higgy el az anyus, hogy nem szívesen teszem. Mit csináljak? Az, akitől segítséget kértem, cserben vagyok. Mitől vártál te segítséget? Mindegy, ha egyszer nem sikerült. Akkor is tudni akarok. Valakitől, akire az anyus hallott. Micsoda? Te panaszkodni mentél, Gizán? Csak ismertettem a helyzetet. Egész életedben alamuszi voltál. Mit válaszol te? A szokásos, mély értelmű bölcsességét. Mutasd. Nincs. Ha nem mered megmutatni. Összetéppen nehogy Józsi meglássa. Meg volna mérni a mert téged Gizán sem nagyon szeret. És kit szeretett az anyus ezen a csepülágon kívül? Mindenki. De téged is, amit kicsi voltál. Hiszen még szoktatni sem volt hajlandó. Apád szigorúan megtiltotta. Bolondja volt szegény a mellett. Mit érdekelte anyust az apám? Anyust a gázolás után se tudtuk megtalálni. Ott voltam, amikor lehozták a műtőből. Talán akkor is, hogy Viktóriával szobakodott. Rám nézett szegény, aztán elvesztette az eszmélet. Miért nem el az anyus a saját emlékével szemben nézni? Ha újra kezdeném. Másodszor is mindent tudja, mit csinálni. Úgy élne, ahogy élne. Így volt szép. Kedves Jézus, azt írod, én vagyok a te egyetlen, akire elzsúgom hallgat. Nem tudom, így van-e. Azt sem tudom, hogy szeretnéne, ha így lenne. Te félreismered a mi előszüleinket. Én anyádat mindig magam fölött állónak ismertem el. Mert hiába értem őt biztonságban, bőségben, és néztem őt, amit kapálódott, fuldokolt, akkor is fölnéztem rá. Mert még én két lehetőség közül mindig a könnyebbiket választotta, neki volt messze kockáztatni. Boldogult féle nagy vagyonúra volt, de mindig attól félt, hogy elvész ez a vagyon. Kisfiam is ennek a szorongásnak az áldozata, de a te anyád, a soha nem szorongott, mindig, minden körülmények között vállalta az igényeit. Cserményi Viktor, én alig ismerem, mert anyád folyton dugdos felőle. Lehet, hogy tényleg csepürágó és joggal pétett tőle. Én is féltem Erzsi, de legalább ugyanennyire éritem is. Bén a lábakkal, félhalott vagyok egy olyan élet végén, amely csak félig volt bátorságunk élni. Mit mondhatnék a húgomnak? Kövesd a példámat? Így te is fél életed? Kerüld a csepülágot? Nem. Lányom, inkább azt mondom, hogy te tanuld meg anyád sorsából mindazt, ami egy másik ember sorsával egyáltalán megtanulható. Én sajnos soha nem követtem el hibákat. Életem téli álom volt. Mi az, mama? Eltetszett aludni? Egy perc alatt ezen a kényelmetlen széken, és még maga kére alkotott. Nagy valami fiam, aztán remélem jó erősen. Igen, mama. Ezzel nekem nem lesz szükségem alkatóra. Elhiszem, hogy fáradt egy fiam. Legalább sajnáljon egy kicsit. Sajnálom, fiam.
Puszi. Oké, tessék csak visszajön. Mit akarsz? Mi baj van a lomát? Semmi. Nem sápad maga egy kicsit? Mindig ilyen vagyok. Akkor miért nem tudod aludni? Nem tudok. És ezen a kényelmetlen széken tudod? Nem beteg a gomb? Ne. Nincs baj? Nincs. Isten bizony? Isten bizony. Akkor jöjj. Tessék csak visszaadni azt a gyógyszert. Adok egy sokkal erősebbet. Nagyon szépen köszönöm. Jó éjszakát. Jó éjszakát, fiam. Thank you.
amikor megöregettem, eléggé megnyúlt az arc. Az orrom meg mindenki egyenesedett. A kettőnek együtt az lett az összhatása, mint a szigorúan néznék mindenkire. Amikor meghaltam, ez a szigorúság szinte egy csapásra leolvadt róla. Még ilusványom is többször elmondta. Most tényleg csak 61-nek látszik. A homlok olyan sima, mint a hálvány. Mondta Mistót, mi a tejcsának is. Hogy került ide Mistót? Na mi? A szobám tele volt ismerősök. Törkelték a kezüket, fölém hajoltak, mintha mondani akarnának valamit. Persze már később volt, nem mondtad be semmit. Utolsó utánra rengeteg ember kísért el. Sosem hittem volna, hogy ennyien fognak megsérülni. Gézenénén nyitotta meg a sort. Bár sejtelmem sincs kísérülőzött neki, mert amikor híre ment a gyilkos lettet, mindenki elvesztette a fejét. Misi fia hozta haza rendőrgépen. Ő tolta a dologkocsit és a halottas kocsit. És csak Liza intézhette el, hogy szegény jó férjem mellé temessen. Amikor a koponsot letették a sírba, egy kis össze-visszaság támad, mert Cserményi Viktor, akit eddig senki sem látott, elkezdett lövösödni, és addig lövösödött, még odafogadott a sírhoz. Üvölteni kezdett, egyetlen, ne hagyj itt! Drága egyetlenek, gyere vissza! Ezt beleordította a sírgödörbe, és ha többiek vissza nem rántak, utána zuhant volna a koporsóra. Egyelőre, miért? Mi is a sejtetet?
és erre a méltó befejezést a pontot akkor tesszük, ha visszaköltözünk létára. Neked is eleged van már ebből a cigány életből, igaz? Neked is eleged van Kármis Pátra kicsiből. Majd meglátod létára a zsendet. Kinek vagy minek örültünk, az most már örök talán.